John Lash, a Sophia Mythos és agnosztikusok tanításai a földkísérletről, első rész. A most következő két részes cikk a földbolygón zajló kozmikus kísérlethez kapcsolódik. John Lash egy autodidakta kutató, aki kísérleti miszticizmussal és mitológiák kutatásával foglalkozik. Munkáiban főleg agnosztikus tanítások újraértelmezését adja és eredeti meglátásokat fogalmaz meg a Szófia mitosszal, a pogány misztériumokkal és gaia Szófia Szent történetével kapcsolatban. Emellett igyekszik a földbolygó és az emberi faj galaktikus eredetét, történetét elmesélni és bemutatni. Az alábbi fordítást egy vele készült rádióinterjú alapján állítottuk össze azért esett a választásunk éppen erre az előadásra, mert ebben kiváló összefoglalását adta annak, hogyan látja ő agnosztikus tanítások alapját képező Szófia mítoszt, és nem csak vallási teológiai értelmezésben mutatja be azt, hanem egyszerre vetíti le a mítosz alapját képező történések következményeit a mindennapi életünkre, illetve tágabb, kozmikus viszonylatokra is. A tovább után az interjú szerkesztett változatával ismerkedhetünk meg. A Szófia mítosz a földön megtalálható mitológiák és mítoszok közül talán a legtitkoltabb, legelnyomottabb történetnek számít. Az egyik legtisztább kontextusba helyezése az úgynevezett Arkhon sztorinak. Ha körülnézünk jelenlegi világunkban, akkor a kollektív őrület, a média megtévesztései, a false akciók és a politikusok hazugságai közepette vajon hányan értik meg azt az egyszerű tényt, hogy amit ennyire elnyomnak és elrejtenek, amiről nem beszélhetsz és nem tudhatsz, annak valószínűleg valamilyen jelentős és fontos szerepe lehet az emberiség túlélése szempontjából. Ezért mindenképpen érdemes tanulmányoznunk agnosztikusok tanításait, a szófia mítoszt vagy a kereszténység előtti pogány misztériumokat. Szófia mítosza az emberi történelem egyik legelnyomottabb története, és igazából nagyon szerencsések vagyunk, hogy egyáltalán összetudjuk még rakni azt a tudást, a misztériumiskolák tudását, ami ebben a történetben megtalálható. 1945-ben Egyiptombannak Hammadi mellett ősrégi tekercseket találtak, amik nagyon rossz állapotban voltak. Maguk a dokumentumok töredékesek és nagyon csekély terjedelműek, de ha tudományos igényel tanulmányozod őket és megpróbálod összekötni a szálakat, akkor ki fog derülni a számodra, hogy agnosztikusok által feljegyzett írások talán az egyetlen átfogó leírásai az emberiség és a föld bolygó eredetének. Agnosztikus írások számos kérdésre választ adnak. Szó van benne az emberiség, a földbolygó valamint a világunkba történő földönkívüli behatolás eredetéről is. Megtalálható a három ábrahámi, ábrahámita, vallás közös gyökereire történő utalások is. Nem azt mondom, hogy agnosztikus tanítások az elérhető legjobb és legteljesebb tanítások, de ennek a három vallásnak judaizmus, kereszténység, iszlám, a kapcsolódása, közös gyökere szinte csak agnoszticizmusban kerül tárgyalásra ilyen megközelítésben. Emellett a leírásokban fontos szerep jut az arkónoknak és általánosságban magáról az életről szólnak. Ezek a tanítások nem könnyen emészthetőek, és talán a legtöbb ember számára nem is lesz könnyű elfogadni őket, leginkább azoknak nem, akik először találkoznak vele. Tehát mielőtt igazán belekezdenénk a magyarázatokba, egy jó tanácsal fordulnék az olvasókhoz. A Szófia mítosz megmagyarázza az élet eredetét és célját itt a Földön és amiről most szó lesz, azok nem puszta információk, amiket passzívan befogadhatsz, ugyanis nagyon erőteljes természete van ezeknek az információknak. Úgy hat rád és a tudatodra, mint egy pszichoaktív növény és illimódon neked is interakcióba kell kerülnöd az információ lényegével. Már maga a mítosz és a hozzá kapcsolódó elmélet is szinte egy külön élőlényként viselkedik és hatással van rád. Miközben olvasod, rájöhetsz, hogy nem lehet csak pusztán passzív befogadója. Te is aktív résztvevője leszel a mítosznak, agnosztikus tudásnak, aktívan részt veszel a folyamatban és eközben az életszemléleted is fejlődésen megy keresztül. Nos, akkor vágjunk is bele! A Szófia mítosznak négy fő összetevője van. Nagyon könnyű ebbe belemerülni, ugyanis az emberi elme belső természetéhez tartozik, hogy kutasson és válaszokat keressen. Nagyon sokan elveszítették az erre való késztetést, a megismerés utáni vágyat, és őket nem érintik meg igazán az ilyen dolgok de akiben még él az intelligencia, az érzi ennek a szükségét és sóvárog a tudás után, késztetést érezhet arra, hogy feltegyen bizonyos kérdéseket. De mik is ezek a kérdések valójában? Első honnan ered az emberi élet? Második hogyan jött létre maga a föld bolygó? Harmadik léteznek-e idegen, földönkívüli entitások? olyan lények, akik hasonlóak az emberekhez, és ehhez kapcsolódva, léteznek-e olyan lények, akik támadják és zsákmányként tekintenek a földi emberiségre? És persze ők honnan erednek? Na, ez egy igazi kardinális és nagy volumenű kérdés. Negyedik mi történhetett az emberi elmével, ami miatt a földi emberiség olyan nehéz helyzetbe került, mint amilyenben most van? A társadalmunkban, kollektív emberi létünkben valami nagyon elromlott, és a folyamatok igen rossz irányt vettek. Másképpen fogalmazva, hogyan került az emberiség erre az önpusztító ösvényre? Ezek mind valódi és fontos kérdések, és a Szófia mítosz válaszokkal szolgál ezekre a kérdésekre még hozzá világos és egyértelmű válaszokat próbál adni. Minden keresőnek, akik nem elégedettek a vallások nyújtotta magyarázatokkal, érdemes alaposabb vizsgálat alávenni a szófia mítoszt és agnosztikus tanításokat. A szófia mítosz A mítosz egyetlen központi szereplő köré épül, hiszen valójában ez a történet egy istennőről szól. Tehát nem egy férfi istenség a főszereplője, hanem egy kozmikus, galaktikus szintű, isteni jellegű női lény, akinek a neve szófia. A neve azt jelenti bölcsesség. Az egész mítosz tulajdonképpen az ő életrajza. Szófia történetét több száz év alapos kutatásai és vizsgálatai alapján sámánok rakták össze. A gnosztikusok ugyanis valójában ősi sámánok voltak, látnokok, akik megfelelő képességekkel rendelkeztek ahhoz, hogy ilyen jellegű misztériumokat megvizsgáljanak és a jelentésük mélyére hatoljanak. Ennél fogva ezek a leírások, megállapítások mondhatni megbízható forrásból származnak. Agnosztikusok ugyanis rájöttek arra, hogy ha meg akarjuk érteni, hogy mi történik valójában a bolygónkon, akkor vissza kell mennünk egészen az emberi faj, az emberi génállomány kezdetéig. Vagyis meg kell vizsgáljuk az úgynevezett antroposzt, ami agnosztikus értelmezés szerint az első embert jelenti antroposz görög szó, azt jelenti ember. Tehát megvizsgálták, hogy honnan ered az emberiség. Azt a választ találták erre, hogy az emberiség annak a galaxisnak a magjából származik, amelyben jelenleg mi is élünk. És itt akkor rögtön álljunk is meg, ugyanis nagyon fontos megértenünk azt, hogy ez a teremtés a mi galaxisunkban történt, ehhez a galaxishoz kötődik, és történetünk helyszíne is ez a galaxis, a tejútrendszer. A magam részéről nagyon rokon szembesnek és vonzónak találom azt, hogy a mítosz pontosan megnevezi, hogy mindenre hol került sor. Nem egy nagy távoli univerzumban, nem egy időn és téren kívüli fantázia világban, ahol minden csodálatosan működik, hanem itt, a mi jelenlegi galaxisunkban. Na most minden olvasóban közös vonás, hogy jelenleg egy bolygón lakik. Ez a bolygó pedig egy naprendszerhez, egy központi csillaghoz, tartozik más bolygókkal együtt, és ez a planetáris rendszerbe van ágyazva a galaxis egyik karjába. A mi planetáris rendszerünk, a naprendszer, a galaxisunk harmadik karjában található. A galaxisunk egy lencse alakú spirálgalaxis, aminek egy magja, a központja és négy darab körbeforgó karja van. Talán egy szélkerékhez lehetne legjobban hasonlítani. Ez a galaxis a helyszíne a Szófia mítosznak. A leírások nem adnak választ arra, hogy maguk a galaxisok hogyan jöttek létre, hiszen több milliárd galaxis létezik, a történet pusztán a mi galaxisunkat érinti és visszamegy annak központjáig. Itt kezdődik ugyanis a Szófia mítosz, és így technikai értelemben ez egy asztronómiai mítosznak tekinthető. A gnosztikus látnokok elméjük segítségével megvizsgálták az univerzumot és ehhez az intelligenciájukat használták. Kiterjesztették az elméjüket nem csak a természeti világba, hanem ki egészen a kozmoszik terjedően. Így képesek voltak látni a csillagokat és bolygókat is. A galaxisunk központja a tudósok szerint 26 ezer fényévre van tőlünk és ebben a központban hatalmas mennyiségű fény van. A gnosztikusok meglátásai teljes mértékben szinkronban vannak a modern csillagászat és asztrofizika galaxisra vonatkozó megállapításaival. Van azonban egy nagyon lényeges különbség is. A gnosztikusok szerint ugyanis az egész galaxisunk élő. Mindenhol a galaxisban található élet, de két különböző módon a központban, a plérómában található élet különbözik a négy forgó spirákaron található élettől. A galaxis központját ugyanis élő, öntudattal rendelkező istenlények, istenek és istennők lakják, akik csak úgy, mint más élőlények, képesek az akaratra, cselekvése, észlelése, látása, érzése és érzékelése. A központban nincsenek csillagok vagy bolygók, csak nyers és formátlan csillagfény. Azokat a lényeket, akik ott élnek, agnosztikusok a jóennak hívják. Az ajónoké tulajdonképpen isteneknek tekinthetők, vannak közöttük hímneműek és nőneműek is. Az ajónoké valójában hatalmas és erőteljes energiaáramlatok, és a nemi polaritásuk is talán jobban érthető, ha egyszerűen pozitív és negatív töltésű energiamezőkként képzeljük el őket. Agnosztikusok gyakran használnak ilyen metaforákat, mert az emberek megértése rendkívül korlátozott, és ilyen metaforák alkalmazásával könnyebben érthetővé válik számukra a dolgok lényege. Agnostikusok szerint ezek az ajónoké nem szárnyakkal rendelkező angyalok, vagy bármilyen antropomorf alakban létező entitások, hanem érzések, gondolatok és akaratok. Ha mégis szeretnénk őket vizuálisan elképzelni, akkor hatalmas kígyószerű energiahullámokként jelennének meg. Talán ez a legközelebbi, legpontosabb analógia, amivel le lehet írni őket. Égi sárkányok ők, fénykígyók, akik cirkulálnak, úsznak, köröznek és táncolnak a galaxis középpontjában. A mitológia szerint tehát itt kezdődik az emberiség története is, hiszen a mítoszban nagyon részletesen és világosan kifejtésre kerül, hogy az ajónoké millió és millió évekig élnek, életosszuk addig tart, amíg a galaxisé. Az ajónoké idejük nagy részét arra fordítják, hogy kísérletezgetnek. Úgy gondolhatunk rájuk, mint tudósokra, vagy sokkal inkább, mint művészekre, igazából a kettő kombinációja, akik szeretnek előadni, kísérleteket létrehozni és életformákat tervezni. Genetikai mintákat alkotnak meg, másképpen fogalmazva genetikai plázmát terveznek és hoznak létre. Ha megkérdezel egy gnosztikust, hogy honnan ered az emberi élet, vagy az emberi faj genetikája, akkor azt fogja válaszolni, hogy kísérleti célzattal az ajónoké által lett megtervezve a galaxis középpontjában. Nem csak a mi életformánkat, bennünket persze ez érdekel elsősorban, hanem minden más, a galaxisunkban előforduló életformát is ők alkottak meg. Ha nem értjük a saját eredetünket, tervezésünket, akkor mégis hogyan érthetnénk meg más életformák létezését és eredetét? Az emberi gének, a DNS, aminek mi és minden más emberi lény is kifejeződése, valójában egyetlen konzisztens plázma, vagy más szavakkal kifejezve, nukleáris savak egyetlen konzisztens plázmája. Agnosztikusok szerint a földi emberiség génállományát két ajon tervezte meg egy férfi, Telete, és egy nő, Szófia. Agnosztikusok ugyancsak azért adták nekik ezt a két nevet, mert tudták, hogy nagyon limitált megértésre vagyunk képesek, és az emberi elme úgy működik, hogy szükségünk van nevekre, hogy képesek legyünk megérteni a dolgokat. A következő kérdés, ami felmerülhet ezzel kapcsolatban, hogy ha az emberi génplázmát ezek az isteni lények tervezték a galaxis központjában, akkor hogyan telepítették ki, hogyan terjesztették szét, és hogyan vette kezdetét maga a kísérlet. Agnostikusok szerint, és ezzel a tudomány is egyetért, a központban nincs emberi vagy állati élet, illetve bolygók és napok sem létezhetnek ott, mivel a galaxis magjában hatalmas mennyiségű csillagfény található, amely az állandó kitörés állapotában van és semmiféle életstruktúra létrejöttét nem teszi lehetővé. Tehát a mi általunk ismert életnek egy másik környezetben kellett megjelennie, ahol aztán elterjedhetett. Nos, erre a célra szolgálnak a galaxisunk spirálkarjai, amik keményebb, nehezebb típusú anyagokból épülnek fel, mint a galaxis magja, ami viszont tiszta formájú fény és csillagplázma. A galaxis külső részei keményebb, nehezebb anyagokból állnak, elemi részecskékből, amik a mi általunk ismert anyagot alkotják és az anyagi világot formálják. Anyagi bolygókat nem lehet létrehozni a galaxis magjában, ezért csak a külső részen, a spirálkarokon jöhetnek létre. Felmerülhet a kérdés, hogy a galaxis központi magjában megtervezett plázma hogyan kerül ki a galaxis külső karjaiba, és fejlődhet aztán olyan élőlényekké, amelyek később ezeket a helyeket lakhatják. A galaxis karjaiban keletkezett bolygókat én csak planetáris laboratóriumoknak hívom. Ilyen laboratórium a Föld is. A laboratórium olyan hely, ahol általában kísérletek zajlanak, és az egyik kísérlet tárgya jelen esetben egy élőlény vagy sok élőlény, de a mi esetünkben ezek most mi vagyunk. Az antroposz tehát elterjed a különböző bolygókon és agnosztikus iratokban nagyon alaposan ki van fejtve, hogyan zajlik maga az elterjesztés folyamata. Amikor az ajónoké megterveznek egy élőlényt, egy élő plázmát, akkor utána kivetítik azt a galaxis külső karjaiba. Ezt a metódust tulajdonképpen egy pipettával hajtják végre, ami ahhoz hasonló módon történik, mint amikor mesterségesen megtermékenyítenek egy petesejtet. Vagyis ennél az analógiánál maradva, felszedik a spermát és befecskendezik a petesejtbe. Ezt galaktikus vonatkozásban egy fényindaként kell elképzelni, ami a galaxis központi magjából ered, és ez a fényinda maga is a központ plázmájának kiterjedése. Ezen a fényindán keresztül ültetik be a központban megtervezett plázmát a galaxis külső karjaiba. Nagyon-nagyon sok helyre képesek ezt kitelepíteni, és ez alapján azt lehet mondani, hogy a galaxisunkban jelenleg nagyon sok életforma éli az életét. Miután az ajónoké elültették a magvakat, utána magát a kísérletet már nem irányítják, hanem hagyják, hogy a különböző életformák saját maguk fejlődjenek. Tehát miután az emberi géneket létrehozták, beültették azt a galaxis harmadik karjában egy bizonyos helyre. Léteznek olyan helyek a spirálkarokon, amik különösen kedveznek az életformák meghonosításának, és ezeket a helyeket előnyben szokták részesíteni a plázma beültetések végrehajtásakor. Ezeket a helyeket molekuláris felhőknek hívjuk. Az Orion köd vagy más néven Orion nebula illetve M42, egy ilyen molekuláris felhő http www.pts.hu per per, -per, -per, -per 42 42.html. A tudósok kb. csak 10 éve tudják, hogy ezek a molekuláris felhők telisteli vannak vízzel. Nem gondolod, hogy egy ilyen felhő, ami sokkal a a naprendszerünknél, ideális helynek mutatkozik arra, hogy lerakják benne ezt a plázmát. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy az élethez víz kell. Az ajónoké, telete és szófia által megtervezett gén tehát az orionköd molekuláris felhőjében tették le, és aztán hagyták, hogy elkezdje élni a maga életét. Na, de mi történt ezután? Az ajónoké nem irányítják magát a kísérletet, őket ugyanis elsősorban csak az érdekli, hogy megtervezzék és elültessék a magokat, aztán hagyják, hogy a kozmosz által biztosított környezetben kifejlődjenek. Ilyen feltételeknek megfelelően a mai tudásunk szerint rengeteg elektromossá tett plázma fut végig a galaxisunk karjain. Ez az elektromos plázma képes elkapni, befogni a géneket és elültetni azokat az űrben. Ez tehát az alapja annak az elméletnek, mi szerint a földi élet az űrből érkezett. A gnosztikusoknak e folyamatról adott asztronómiai leírása alapján az élet nem csak egyszerűen akárhonnan érkezett az űrből, hanem egy olyan molekuláris felhőből ered, ami a galaxis középpontjából lett beültetve. Az egész folyamatot talán a gombák spóráinak szétszóródásához lehetne hasonlítani. A gnosztikus tanítások szerint az emberi génállomány, vagyis a DNS, amiből az emberi faj kifejlődött, ilyen spórák formájában már azelőtt létezett. szerint az emberi génállomány, vagyis a DNS amiből az emberi faj kifejlődött, ilyen spórák formájában már az előtt létezett, mielőtt az Orion molekuláris felhőjében elkapták, volna. Ezek a spórák aztán plázma szálakon, filamentumokon, keresztül kisodródnak ebből a felhőből és behatolnak a galaxis karjaiba. A plázma kozmológiával és az elektromos univerzum elméletével foglalkozó ismerősnek találhatják ezeket a megállapításokat. Ilyen plázmaszálak filamentumok futnak a csillagok között és a csillag közi űrben. Ezek a szálak tulajdonképpen egyfajta energiaáramlatok, amik képesek hordozni az élet magvait. http2.perperplázmauniversum.hau per galaxies Sokat beszélgettem Lin Margulissal, https 2 per wiki per lin alulvonás Margulis zárózárójel, aki a Gaia elmélet egyik kitalálója, és ő azt mondta nekem, hogy ezek a spórák fagyott, száraz állapotban képesek hatalmas távolságokat megtenni az űrben, és közben túlélik a rendkívül intenzív hideget. Mikor aztán leereszkednek a planetáris atmoszférába és megtelepednek az adott bolygó környezetben, ami meleg és nedves, akkor ezek a spórák szétrepednek, kirobbannak és az élet elkezdhet terjedni. Ő propagulumnak nevezi ezeket. Mindannyian ilyen propagulumoknak köszönhetjük, hogy egyáltalán itt lehetünk a Földön. A propagulum olyan rügy, sarri, vagy egyéb, amiből felnőtt egy fejlődhet ki. Itt pedig egy kis plusz olvasnivaló a Gaia elméletről, http 2 per per news per Gaia kötőjel elmelet kötőjel foldanya kötőjel elmelet kötőjel James kötőjel lavlek egy per. Na már most, ha feltesszük a kérdést, hogy vajon az élet magvai el lettek-e ültetve a galaxisunk más bolygóin is, akkor a válasz erre az, hogy igen. Jelen pillanatban is galaxis szerte élnek az emberi génállomány különböző törzsei más, földhöz hasonló bolygókon. A tudomány nagyon sok ilyen bolygót fedezett fel, és úgy tűnik, az elmúlt évtizedben mondhatjuk, hogy ez volt a kutatás egyik fő területe http://vilagtudomany.hu.index.php kérdőjel d tönnyító zárójel mit záró szögletes zárójel egyenlőséggel 7 és jel d zárójel idé záró zárójel egyenlőséggel 94,3 és jel otcasz, kötőjel milli kötőjel bojgan, kötőjel lehet kötőjel elet. Ezek alapján tehát vannak más lakott bolygók, más planetáris laboratóriumok is, amelyeken az emberi gének más törzsei fejlődtek még hozzá teljesen függetlenül a mi fajunktól. Az aionoké a galaxis középpontjában mindeközben isteni hatalmukat arra használják, hogy megfigyelői legyenek a különböző kísérleteknek, de nem avatkoznak be azok menetébe nem állítottak fel a kísérletek múltjára, jelenére, vagy jövőjére vonatkozó terveket, ugyanis nyitva akarják hagyni a kísérletek kimenetelét. Tisztelik a kísérlet nyújtotta szabadságot, akkor is, ha mondjuk rosszul sül el, de az is lehet, hogy egy gyönyörű, harmonikus végeredményt hoz majd. Ez teszi számukra különösen érdekessé az egészet. Az anomália Szófia bukása és akkor most térjünk rá a gnosztikus kozmológia egyik sarkalatos pontjára. A Földünk ugyanis nem csak egyszerűen egy, a galaxis külső karjain elhelyezkedő bolygók közül. Fülöp evangéliumában hangzik el a gnosztikus iratok talán leghíresebb sora. A világrendszer, amiben élsz, egy anomália következtében jött létre. Az anomália szó görög eredetű és sok helyütt hibának fordítják, más fordításban viszont olyan dolognak, amit nem lehetett előre megjósolni vagy látni. Ha maradunk annál a jelentésnél, hogy hiba, akkor ez a szó már magában foglal egy ítélkezést is, tehát, hogy valamihez képest egy rendellenesség áll fenn. Valójában én nem hibának mondanám ezt, hanem hogy a Föld bolygó egy nagyon bizarr módon jött létre és ébredt tudatára. Ugyanis a gnosztikus iratok szerint a Föld bolygó eredete különleges, mivel egy anomália következtében jött létre. Ez az anomália pedig nem volt más, mint hogy Szófia, emlékezhetünk rá, ő volt az emberi génállomány egyik tervezője, annyira izgatott lett attól, hogy a fajok hogyan fognak majd itt fejlődni, annyira beleélte magát, és annyira azonosult mindazzal, amit a Földön teremtette, és az egész teremtésének evolúciójával, hogy olyan tetre ragadtatta magát, amit normál esetben a iónoké nem tesznek. Elhagyta a galaxis központi magját, és leereszkedett a galaxis külső karjainak területére. Belevetette magát az anyagi létezésbe, kitéve magát az elemi erőknek, a gravitációnak, elektromágnesességnek, stb. Ezt a leereszkedést nevezik Szófia, a bölcsesség istennőjének, bukásának. Szófia maga ugyanis, a galaxis magjának egy isteni létezőjeként megtestesült a Föld bolygóban. A gnosztikusok szerint a Föld anyagi teste az óceánokkal, a Föld elé és minden anyagi vonatkozásával tulajdonképpen Szófia jón, a galaktikus központ isteni létezőjének materializációja. Más szavakkal tehát, az az aki bennünket tervezett, jelen van a bolygóban. Megjelenik előttünk, megérinthetjük, kapcsolatba léphetünk, kommunikálhatunk vele és tudomást szerezhetünk a jelenlétéről. Ez egy nagyon-nagyon különleges helyzet, hiszen sok planetáris laboratórium estében meg sem történhetne ilyen. Ez tehát a gnosztikusok elképzelése a Föld létrejöttéről. Folyt. Köv. Az interjú folytatása itt olvasható http 2.perpergoldethungarybélőoghu per 9999 per, -per 12 per 3 1 per John alulvonás les alulvonása alulvonás, -alulvonás Sofia alulvonás mitosz alulvonás es alulvonása alulvonás gnosztikusok alulvonás tanítasai alulvonása alulvonás volt alulvonás kötőjel kísérletről alulvonás 2 alulvonás lesz. John Lash, a Szófia mítosz és agnosztikusok tanításai a földkísérletről második rész. A most következő két részes cikkünk a földbolygón zajló kozmikus kísérlethez kapcsolódik. John Lash egy autodidakta kutató, aki kísérleti miszticizmussal és mitológiák kutatásával foglalkozik. Munkáiban főleg agnosztikus tanítások újraértelmezését adja és eredeti meglátásokat fogalmaz meg a Szófia mitossal, a pogány misztériumokkal és gaia Szófia Szent történetével kapcsolatban. Emellett igyekszik a földbolygó és az emberi faj galaktikus eredetét, történetét elmesélni és bemutatni. Az alábbi fordítás egy vele készült rádióinterjú alapján állítottuk össze azért esett a választásunk éppen erre az előadásra, mert ebben kiváló összefoglalását adta annak, hogyan látja ő agnosztikus tanítások alapját képező Szófia mítoszt, és nem csak vallási teológiai értelmezésben mutatja be azt, hanem egyszerre vetíti le a mítosz alapját képező történések következményeit a mindennapi életünkre, illetve tágabb, kozmikus viszonylatokra is. A tovább után az interjú szerkesztett változatával ismerkedhetünk meg. Az arkhónok. No, de menjünk tovább. Ugyanis még egy bizarr jelenség kapcsolódik ehhez a kozmológiához, és ezt a jelenséget nevezik agnosztikusok az arkhónok születésének. Előjáróban két dolgot szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban. Először is, én elsősorban agnosztikusok leírásait veszem alapul, ezeket kutatom, és amikor ez a szó, hogy Arkhon előkerül, akkor nem az Echaria Sitkin által említett földönkívüli fajokról beszélek. Sitkin ugyebár arról beszél, hogy az emberi géneket földönkívüliek hozták létre, de én úgy gondolom, hogy ez nem igaz, mert hiszen az enoké azok, akik a mi valódi, igazi kozmikus szüleink. Oké, okay. Az arkónokról tehát én elsősorban agnosztikus leírások alapján szeretnék beszélni. A második dolog pedig, amit sajnos nagyon sokan figyelmen kívül hagynak, hogy agnosztikus tanítások szerint az arkhónok, akik tulajdonképpen földön kívüli paraziták, akik zsákmányként tekintenek az emberiségre, Szófia tette eredményeképpen jöttek létre véletlenszerűen. Ez egy nagyon fontos része a tanításnak, és fontos, hogy megértsük ezt a kontextust. Láthatjuk tehát, hogy a Szófia mítosz egy nagyon komplex történet és nem könnyű megérteni. De ahogy egyre többet és többet megtudunk erről és a benne megfogalmazott kozmológiáról, látni fogjuk, hogy a tudomány már igen sok feltevést igazolt belőle. Szófia leereszkedését, alászállását egy, a galaxis magjából kifelé lövellő hatalmas plázmatüskeként kell elképzelnünk. Ami érdekes, hogy a tudósok már 15 évvel ezelőtt észrevették ennek a tüskének a nyomait. Felfedeztek ugyanis egy alagutat, egy ösvényt, ami pontosan a galaxis középpontjából a harmadik spirákar felé vezet, pont oda, ahol a mi naprendszerünk található. A magból kiinduló hatalmas plázma kisülésnek a nyomaira bukkantak tehát, és mintha egy elsütött puskacsőfüstje lenne, megtalálták Szófia kiáramlásának bizonyítékát. Ez egy anomália, mert ilyen jelenség nem szokott megtörténni. Ennek a kisülésnek a legvégén a föld bolygó található, az Isten testének manifestációjaként. Ennek az eseménynek, vagyis a manifestációnak azonban volt egy másodlagos hatása is. Mivel nem szokványos dolog, hogy plázma lövődik ki a középpontból a galaxis karjai felé, ezért ez a kisülés, vagyis Szófia alászállása létrehozott egy különös hatást a galaxis harmadik karjának anyagi és elemi szubstanciájában. Vizuálisan úgy tudnánk ezt leírni, mint amikor Fox egy poroltót és közelről belelősz vele a homokba. A kizúduló hab persze jócskán felkavarja majd a homokot, minden beterül habbal és ahogy a száradni és kristályosodni kezd, összekeveredik a két anyag és a habba homokszemcsék kerülnek. Olyan formák és képződmények jönnek létre így, amik normál esetben nem képződnek a homokban. Ennek hatására a plázmakisülés egyik első kozmikus eredménye az lett, hogy bizar fajok jöttek létre. Ilyen fajok közé tartoznak azok a pici rovarszerű kiborgok, akiket agnosztikus iratokban arkhónnak hívnak. Mert ezek valójában az arkhónok, rovarszerű kiborgok. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes volt az, amikor tudomást szereztem egy 1830-as években történt kísérletről, ami egy Andrew Cross nevű emberhez fűződik. Ez az ember egy kísérlet keretében elektromágneses mezőből apró rovarokat, úna acari rovarokat, vagy acarusokat hozott létre. Amikor először először találkoztam ezzel kísérlettel, és rájöttem, hogy ez összefügg a mítosszal, azt mondtam magamban, te jó ég, hiszen éppen ez az, amiről szó van. Https per Vicky http://perperboldognapot.hu per, -per, per blog per elett kötőjel születhet kötőjel az kötőjel elettelemból kötőjel 2 per. Az arkhónok tehát rovarszerű, inorganikus kiborgok, akik valamiféle plázmakisülés következtében képesek spontán létrejönni az űrben. Mindig is bíztam agnosztikus leírásokban, de évekkel később megerősítést kaptam arról, hogy ez a bámulatos jelenség valóban létrejöhet. Az interjúban itt elhangzott egy érdekes közbevetés, miszerint a hírhet sötét okkultista csoport, a Bohemian Grove mottója el, szövőpók, itt ne járj, szintén egy ilyen bizarr lényre tesz említést és előfordulhat, hogy az elitnek valamiféle titkos elektromágneses tudományára vonatkozhat vagy egy rejtett utalás lehet az arkónokra szerk. Sokan tanulmányozták az arkónok viselkedését illetve jellemzőit és hogy hogyan rabolnak el lelkeket éjjelente. Nagyon sok földönkívüliek által elrabolt ember adott olyan leírást ezekről a lényekről, amiben a megjelenésüket korszülött magzathoz hasonlították, nagy fejük és hatalmas szemeik voltak. John Lash itt nyilvánvalóan a szürkéket említi, akiket más írásaiban többször is az arkhónok közé sorolt. Nos, ebben lehet valami igazság, és komolyan kell vennünk ezeket a beszámolókat, mert ugyanezek az emberek elmondták azt is, hogy honnan erednek az arkhónok. Ők ugyanis itt voltak már a naprendszerünkben a föld teremtése, vagyis Szófia alászállása előtt is. Mert azt a feladatot kapták Szófiától, hogy szervezzenek anyagi és elemi szubstanciákat a saját maguk számára. Így aztán az arkhónok hozták létre magát a naprendszert, valójában a naprendszerünknek az inorganikus része az, ami az arkhónoktól ered. Az inorganikus bolygók, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Saturnusz és ezeket az arkhónok teremtették és lakják. Az én megértésem szerint elsősorban a Szaturnusz gyűrűjén és holdjain élnek, de képesek utazni a naprendszerben és képesek hatást gyakorolni a Földre is, de nem tudják megszállni vagy elfoglalni a bolygónkat. Nem tudnak a Földön élni, mert az oxigén mérgező hatással van rájuk. Az alkónok tehát valójában egy inorganikus faj, és ezért főleg telepatikus gondolatformák révén támadják az emberiséget, illetve gondolatokat ültetnek el az emberi elmében. Az alkónokat saját planetáris édesanyánk, Szófia hozta létre véletlenszerűen. Az alkón kifejezés a görög archai szóból ered, azt jelenti eredet, a dolgok kezdete, az időben korábbi. Agnostikus értelmezés szerint az arkónok inorganikus létezők, egyfajta kiborgok. Ezek a lények a planetáris rendszerünket lakják, amit agnosztikus iratok virtuális világnak, vagyis stereomanak írnak le, melyet az arkónok hoztak létre olyan módon, hogy imitálták a pléromából kiáramló geometriai formákat, vagyis a kozmikus istenek teremtését. Les értelmezésében az arkónoknak háromféle megjelenési formája van, első pszichospirituális paraziták, második embrionális forma, ők lehetnek talán a szürkék, vagy hozzájuk hasonló drónok, harmadik reptilián. A Gaia mítosz leírja, hogy az arkónok a galaktikus nyúlvány sűrű anyagi mezeére gyakorolt fraktális hatás következtében jöttek létre, mikor Gaia, Sophia önhatalmulag kizuhant a galaxis magjából. Szerk és akkor most kapcsoljuk össze ezt a teremtést a Földön jelenleg zajló eseményekkel, az emberi történelemmel, Babilonnal és a földi vallásokkal. Egy metaforával tudnánk leginkább szemléltetni azt, ami itt történik. Mert hiszen egy isteni kísérlet zajlik, és a földi emberiség valójában egy isteni kísérlet kifejeződése. A kísérlet nagyon egyszerű. Az emberiségnek ugyanis ki kell bontakoztatnia azokat a képességeket, amiket a tervezőitől kapott. Az emberi faj bizonyos kapacitásokkal lett felruházva, például bizonyos mentális összetevőkkel, Vagy hogy képesek vagyunk számolni, mérni, szimbolikus kódokat kifejleszteni és megfejteni, sok nyelven beszélünk, emellett vannak művészi képességeink, képesek vagyunk közösségbe szerveződni és társadalmat építeni. Ezek azok a képességek, amik megkülönböztetik az emberállatot a bolygón található többi élőlénytől. A kísérlet részeként mi azért vagyunk itt, hogy megtapasztaljuk ezeknek a képességeknek a kibontakoztatását, méghozzá egy olyan gyönyörű módon, amely harmóniában van a kozmikus rendel. Röviden tehát ez a célja ennek a kísérletnek. Nyilvánvalóan azonban valami nagyon nem stimmel ezzel a kísérlettel. Az emberek megölik egymást, pusztítják a természeti környezetet, és így felmerül a kérdés, hogy vajon mi az, ami így elromlott a galaxis magjában élő a isteni kísérletével kapcsolatban. Nos, erre a kérdésre kettő válasz is létezik. Az egyik része ennek a romlottságnak az arkónoktól ered. Az arkónok ugyanis beavatkoztak a kísérlet menetébe. A gnosztikus kozmológia értelmében ki lehet jelenteni, hogy a Föld bolygó egy anomália következtében jött létre, és emiatt tulajdonképpen nem tartozik, illetve nem illik bele a naprendszerbe. Ezt a tényt a tudomány is kezdi felismerni, vagy legalábbis nagyon-nagyon a határán van annak, hogy ezt megerősítse. A gnosztikusok állítása szerint a bolygó valójában egy élőlény, egy élő szuperorganizmus, ami fogjul lett ejtve egy inorganikus rendszerben. A naprendszer egésze inorganikus rendszer, ami inorganikus bolygókat foglal magában, és ezeket a bolygókat az arkhónok lakják. Ezt személy szerint én egy nagyon jelentős állításnak tartom. Az arkhónok nagyon tolakodóak. Az egyik gnosztikus iratban, talán az arkhónok létezéséről című iratban az áll, hogy ahol az arkhónokat lerakják, ott ők onnantól kezdve nem nagyon foglalkoznak a határokkal. És ez megint csak jelentős hatással van ránk, mert ha az arkónok betartanák a határokat, akkor egyáltalán nem foglalkoznának velünk. Ehelyett azonban beleavatkoztak az emberiség kísérletbe és eltorzították azt. Az elménk történő behatolással ezt el, és külső, idegen implantátumokat helyeztek el az emberi faj egyedeinek elméjében. Erre vonatkozik az is, amit Carlos Kesztenidő mondott, hogy egy külsődleges installáció, vagyis beültetés történt az Arkhónok révén. A földi elit csoportok tetteinek, a false akcióknak és meghatározott időpontra időzített eseményeknek sok esetben asztrológiai, numerológiai vonatkozásai vannak. A Föld a nap és a hold ugyanis együttesen egy óraszerkezethez hasonló gépezetet alkot és például sok esetben maga a naptár is, ami alapján az emberiség szervezi az életét, az arkhónok behatását tükrözi. Szemmel látható, hogy a naptáraink sokszor nem igazodnak a természetes életritmusunkhoz, és ezeket azért vezették be, hogy általa kivegyenek minket az élet természetes folyásának ritmusából. Az élet egyik fontos feltétele, hogy szinkronizálnunk kell magunkat a körülöttünk lévő környezet organikus ritmusához, a bioritmushoz, amely azért van, hogy támogassa az életet a Földön. Tudományosan is igazolt, hogy háromféle bioritmus létezik. Terrestriális, vagyis a Föld bolygó mozgásához igazodó. Lunáris, vagyis a hold 28 napos ciklusaihoz és a négy holdfázishoz igazodó. Szoláris, ami PL a négy évszak váltakozásaiban és a napfoltok ciklusaiban figyelhető meg. Ha képesek volnánk nem csak megfigyelni, hanem érezni, megbízni ezekben a ciklusokban, és ezekhez igazítanánk az életünket, valamint ezek figyelembevételével szerveznénk meg a közösségeinket, a tágabb társadalmunkat, akkor harmóniában élhetnénk ezzel a hármas tagozódású, terrestriális, lunáris, szoláris rendszerrel ha ezt meg tudnánk tenni, akkor képesek lennénk Szófia eredeti elképzelése szerint harmóniában élni egy ilyen rendszerben. Ez esetben lenne egy csillagunk a nap, lenne egy szatellitünk a hold, és lenne maga a föld bolygó. Istenileg arra lettünk tervezve, hogy ilyen módon éljünk. Ez a hármas tagozódású rendszer azonban fogságba esett az arkónok inorganikus rendszerében. Tehát jelenleg két, egymással ellentétes működésű rendszer üzemel bennünk egyidejűleg. A gonosz terveket szövegető emberek célja ezen a bolygón, hogy az archontikus elmeberendezkedést és gondolkodásmódot használják, és ezáltal leválasszanak minket a természetes rendszerről és áttegyenek minket egy mesterséges rendszerbe, amit Mátrixnak hívnak amikor az illuminátusok a fentebb említett asztronómiai dátumokat és kódokat alkalmazzák, akkor azt valójában azért teszik, hogy az általuk kívánt dolgokat az arkóni elmekontroll rendszerébe vigyék át, ahhoz igazítsák és terveiket ott és úgy valósítsák meg, ahogy az az ő céljaiknak megfelel. Meggyőződésem, hogy ez az elmekontroll még csak nem is tudna működni rajtunk, ha képesek lennénk folyamatos interakcióban lenni és szinkronban élni a terrestriális lunáris szoláris ciklusokkal. A régi emberek és népek közül nagyon sokan eme ciklusok szerint élték az életüket. Az inuitok, az eszkimók, az ausztráliai aboriginálok, észak és dél-amerika őslakosai szorosan kapcsolódtak ehhez a hármas tagozódású bioritmushoz. Az industriális korba érve azonban ezeket a népeket az arkóni erőknek, hatalmaknak és kiszolgálóiknak nagy részt ki kellett pusztítsák ahhoz, hogy uralkodhassanak felettük. Ebben igen jó munkát végeztek, ugyanis nagyon kevesen maradtak közülük. Miért támadják ezeket az embereket, a természeti népeket és a pogányokat, akik harmóniában élnek ezzel a rendszerrel és a földbolygóval? Azért, mert az arkónok és emberi kiszolgálóik legnagyobb félelme az, hogy ha szoros kapcsolatot ápolsz a földdel és annak ciklusaival, akkor nem tudnak téged olyan szinten eltorzítani, mint amennyire szeretnének. A Gregoriánus naptár és a jelenlegi 9-től 5-ig dolgozó emberiség révén gyakorlatilag sikerül nekik megszakítaniuk ezt a természetes energiaáramlást, és ezzel megakadályozzák, hogy bármilyen harmónia kialakuljon és kapcsolódni tudjunk a természetes ciklusokhoz. Arra lettünk tervezve, hogy szimbiózisban éljünk egy ciklusokkal. A szimbiózis szó tulajdonképpen két szóból tevődik össze, simettségben és biosis élet. Arra lettünk tervezve, hogy egységben éljünk a minket körülvevő nagyobb élet mintázataival. Az emberi elme feletti arkhón hatalomátvétel abban nyilvánul meg, hogy egyfolytában terelik az emberiséget a Mátrix felé. Az arkhónok a Mátrix valódi teremtői és ez a Mátrix valójában egy elmekontrollon, az elme irányításán és manipulálásán alapuló rendszer és ezt mesterségesen hozták létre. Ennek az elme manipulálásnak az egyik kiindulópontja, hogy mesterségesen kialakított és felállított naptárak szerint kell élnünk. Megvannak szabva a munkanapok, a pihenőnapok és az ünnepnapok, és ez az egész naptári rendszeren alapuló életrend egy szörnyűséges fegyver a bolygón zajló természetes életfolyamatok ellen. Az ősi pátriárkák kezdetben arra használták a naptárakat, hogy eltávolítsák az embereket a természettől. A főarkhón. A gnosztikus szövegekben nem csak kozmológiai vonatkozásokat, hanem figyelmeztetéseket is találunk egy nem is olyan régen történt eseményre vonatkozóan. Ha azt feltételezzük, hogy Ábrahám valós történeti személy volt, akkor valahol Ábrahám idejében történhetett ez a bizonyos esemény. Abban az időben ugyanis az arkónok egy áttörést értek el az emberi elmébe való behatolás folyamatában ahogy azt bizonyára sokan ismerik P.L. Zetszharia Sitkin, Michael tellingő, David Icke írásaiból, de még sokan mások is azt állítják, hogy az arkhónok betörtek az emberi génállományba és bizonyos mértékig kifosztották ezt a génállományt. Agnosztikusok szerint azonban nem ez történt. Szerintük az arkhónoknak nem sikerült betörniük az ember génállományába, hanem csak egy úgynevezett neuróhackelést sikerült végbevinniük. Nagy különbség mutatkozik a két állítás között, és én is azon az állásponton vagyok, hogy az Arkhónoknak nem sikerült biológiailag behatolniuk a génállományunkba, mert emlékezzünk csak rá, kik is teremtették a génjeinket. Kozmikus művészek és tudósok a galaxis központjában, és ők nagyon óvatosan és körültekintően lezárták, lepecsételték ezt a génállományt a betörési behatolási kísérletek ellen. Ellen, az arkhónok valójában úgy tűnik, hogy valamiféle kaptártudatossággal rendelkező létezők lehetnek és nagy részük egész egyszerűen drón. Pont úgy, mint a szürkék, akik a fenti leírások alapján koraszülött magzathoz hasonlítanak. A kaptármesterét, vagyis az arkhón előjárót a görögkopt szövegekben, drakona, névvel illetik és megjelenését úgy írják le, mint egy drákonida vagy reptilián lényt. Van tehát egy reptilián uralkodó és sok-sok drón alatt való. Agnosztikus iratok így írják le vizuálisan ezeket a lényeket. Ez az információ 1600 évvel ezelőtről származik, de agnosztikus sámánok akkor már jó ideje őrizték az erről való tudást. Ez alapján úgy tűnik, hamarabb beszéltek a földönkívüliekről és az arkónokról, mint bárki más ezen a bolygón nagyon tiszteletre méltó az a tudás, amivel rendelkeztek és amit hátrahagytak nekünk. A gnosztikusok figyelmeztetéseket is hagytak a számunkra. Ezek a figyelmeztetések igazából nem is agnosztikus írásokban maradtak fenn, hanem az egyházatjá gnosztikusok ellen íródott műveiben. Ennek ellenére nagyon határozott kijelentésekkel találkozhatunk ezekben. Irenaeusnak http 2.per per egy 2.010 per 02 per 02 per szent alulvonás Irenaeus alulvonása alulvonás vallas csináló az eretnekség ellen című írásának http pdf per eretnekek kötőjel ellen.pdf. Első könyvének negyedik fejezetében találhatjuk P.L. azt, hogy az Arkhon Lordnak, akit agnosztikusok Jaldabaatnak hívtak, sikerült betörnie az emberi faj elméjének egy bizonyos részébe. Ezt úgy érte el, hogy implantátumokat helyezett el egy bizonyos törzsbe tartozó emberek agyában, ezek az emberek pedig a héberek voltak. Az arkhónok megfertőzték a héberek elméjét egy földönkívüli vírussal, amin itt elsősorban egy gondolkodásmódot kell érteni. A hébereket választották ki arra, hogy az arkónok képviselői legyenek, majd ezután háborút hirdettek az emberi faj ellen. A héber törzs lett az eszközük az emberi fajba történő benyomuláshoz. A héber, zsidó vérvonalnak természetesen nem minden tagja lett áldozata ennek a beültetésnek, hanem csak egy bizonyos frakciójuk, akik egy külön szektát alkottak. Ennek következtében pedig Ábrahám idejében létrejött egy kultusz, egy szekta. Ez a szekta Addikim, vagy másképpen Caddikim névre hallgatott. Az addek szó héberül azt jelenti, hogy kiválasztott, feljebb való, legfelsőbb. Történelmileg ez a szektai E. 1800 körül emelkedett ki az ismeretlenségből és ennek a csoportnak a tanításai képezték az alapját az összes megváltó, messianisztikus eszméket hirdető vallásnak. Ezek a tanok először a judaizmusban fejlődtek ki, majd a kereszténységben és később pedig az iszlámban jelentek meg. Elmondható tehát, hogy mindhárom ábráhámita vallás ugyanabból a forrásból ered, és ez a forrás egy emberi elmébe beültetett földönkívüli implantátum, vagyis egy beültetés. Sokak számára mindez talán szájfinek hangzik, de mégis így szerepel agnosztikus leírásokban. No de, kanyarodjunk vissza a Földön zajló kísérlethez. A kísérlet lényege az a lehetőség, hogy az emberek ezen a bolygón képesek legyenek együtt élni egymással és a természettel. Képesek legyenek megfigyelni, felfedezni a természetet, hogy kibontakoztathassák képességeiket és valódi potenciájaikat szófia teremtményeiként. Ez a kísérlet azonban el térítve, és nem hagyják nekünk, hogy eredeti céljainknak megfelelően működjünk, mert létezik egy külső behatás, ami munkálkodik közöttünk. Ez a befolyás a vallási ideológiák formájában mutatkozik meg leginkább a megváltás, a kiválasztott szág eszméje, a messiás és a világvége szkenáriók gondolatai széles körben elterjedtek az emberi kultúrákban, de tudatába kell kerülnünk végre, hogy ezek még csak nem is kötődnek az emberi faj elméjéhez és nem az emberi mentalitás termékei. Ugyanakkor viszont az emberek elméje felfogta, elfogadta és fejlesztette ezeket az elültetett ideológiákat. Ezek viszont nem az emberi elméből erednek, nem tőlünk származnak, hanem egy élien beültetés az elménkben, ami agnosztikusok szerint tulajdonképpen egy földönkívüli mentálvírus. Ez a három vallás, judaizmus, kereszténység, iszlám több ember haláláért felelős, mint bármi más ezen a bolygón. De gondolhatunk a pedofíliára és a papi körök hihetetlen gazdagságára is, és ezek a tények mind-mind azt bizonyítják, hogy ezek az emberek bár azt hangoztatják, hogy törődnek az emberekkel, valójában teljesen érzéketlenül viszonyulnak hozzájuk. A vallás egy olyan arkóni szoftver, amelyet időnként frissítenek. Az eredeti Héber csoport egyáltalán nem hirdette a tanokat, éppen ellenkezőleg titokban tartották és megtartották maguknak később aztán Szent Pál révén a Czaddikim szekta addig inkubátorállapotban lévő tanai elterjedtek és a tanítások szó szerint világjárványá lettek a kereszténység révén. Tehát az eszme mutálódott és újraindította saját magát egy újabb formában, majd később újra megtette ezt egy még gonoszabb formában, az iszlám térhódítása révén. három vallás ennek a mentálvírusnak a kifejeződése. Ezért terjedt el az az őrület, amit a történelem lapjain is olvashatunk. Ha alaposan megvizsgáljuk, mindenki számára nyilvánvaló, hogy a három vallás rengeteg pusztítást, gyilkolást és erőszakot eredményezett, és ez azért van így, mert ezek a tanok nem erről a világról származnak. Én ezért ajánlanám, hogy az emberek segítségül hívják agnosztikus tanokat, mert rendkívül felszabadító erejű gondolatok találhatók bennük. Régebben úgy gondoltuk, hogy a vallások mögötti eszmék, koncepciók, a kiválasztott emberek eszméje, a messiás, az isteni terv, hogy az embereket itt letesztelik, és aztán vagy megjutalmazzák, vagy megbüntetik őket, szóval annyira azonosultunk ezekkel, annyira magunkba szívtuk őket, hogy azt gondoltuk, hogy az emberi elme hozta létre őket. Pedig nem. Ha sikerül megértenünk, hogy ezek nem az emberi elme produktumai, az hihetetlen felébredést eredményez majd az emberek körében. Vége